Az élelmiszer tartósítás módszerei. A tartósítás célja az élelmiszer elleni védekezés. Az élelmiszerek mikroorganizmusoktól mikro való megvédése. Az élelmiszerek eredeti minőségének megőrzése. Az élelmiszer okozhatják vírusok, baktériumok és gombák. A tartósításnak latin eredeti szóval konzerválásnak, különféle módszerei lehetnek, mindegyik módszer célja a mikroorganizmusok szaporodásának megakadályozása és elpusztulása. Nézzük is meg a tartósítás fizikai módszerejét. Az élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusok élettevékenysének gátlása vagy elpusztítása fizikai módszerekkel történik az élelmiszerekhez nem adnak semmilyen idegen anyagot. Van például a hőkezelés, ugye a pasztőrözés, ultrapasztőrözés és sterilezés. Akkor a pasztőrözést nézzük is meg. Kiméletes hőkezelés, melynek során a spórátlan mikroorganizmusokat elpusztítják, Se a spórás alakok a kezelést átvészelik. De viszont a spórás alakok a kezelést átvészelik. Ez egy úgynevezett részleges csírátlanítás. 65 és 95 fokon. Tehát 65 és 95 Celsius fokon. Például tej, bor, sör gyümölcsleveseknél ezt alkalmazzák. Tehát 65 és 95 fokon pasztorizálják a tejet, a bort, a sört és a gyümölcsleveseket. Ugye van még az ultrapasztőrözés. Az élelmiszert pillanatszerűen 130 150 C fokon vagy fokra melegítik, majd vákumban előhűtik, és aszeptikusan csomagolják például tej. Tehát tejnél az UHT tej, az azt jelenti, hogy ultrapasztőrzés. tehát 130 és 150 fokra melegítik, majd vákumban előhűtik, és aszeptikusan csomagolják. Ezt a tejnél alkalmazzák sterilezés vagy sterilizálás, ugye? Teljes csírátlanítás, a spórás mikroorganizmusokat is elpusztítják. 100-120 fokon magas nyomáson vízgözzel telített zárt térben végez, végzett hőkezelés. Hátránya, hogy tartósan magas hőmérséklet hatására csökken az élelmiszerek élvezeti értéke, és biológiai tápértékükből is jelentősen veszítenek, például konzervek, melyek eltartatósági ideje korlátlan. Tehát a sterilizés vagy a sterilizálás ugye minden károkozó vagy rontó mikroorganizmus kijönnek belőle, De viszont a biológiai tápértékükből is veszít az élelmiszer, sajnos. De hát a konzerveknél ezt használják, hogy hosszú legyen az eltarthatósági ideje. Hőelvonás, Hűtés, gyorsfagyasztás, pillanatfagyasztás létezik. hőelvonási élelmiszer tartósítási módszerekből, de nézzük is meg akkor a hűtést. Hűtés során az élelmiszereket 0 és plusz 6 fok között tárolják, ezáltal a mikroorganizmusok élettevékenysége lecsökken. Előnye, hogy az élelmiszer eredeti állapotát megőrzi hátránya, hogy csak rövid idejű eltartatóságot tesz lehetővé. Tehát 0 és 6 fok között tárolják, ezáltal a mikroorganizmusok élettevékenysége lecsökken előny az ennél a sima hűtésnél, hogy az élelmiszer az eredeti állapotát megőrzi, hátránya az, hogy csak rövid eltarthatósági időt tesz lehetővé. Gyors fagyasztás. gyors fagyasztás folyamata során 3-7 óra alatt mínusz 25 és mínusz 45 fokra hűtik le az élelmiszereket. A sejtek szabad víztartalma a hirtelen hőveszteség hatására apró kristályokká fagy, így nem roncsolódnak a sejtfalak annyira, mint a lassú fagyasztásnál. Az így tartósított élelmiszereket minusz 18 és mínusz 20 fokon kell a továbbiakban tárolni. E módszer használatával az élelmiszerek megőrzik a tápanyag és a biológiai értékeiket. Helyesen végzett felengedés után a szövetszerkezet visszanyere eredeti állapotát. Pillanatfagyasztás. Ugye itt olvashatjuk. Ugye főként gyümölcsöknél. Ugye a pillanatfagyasztás sokkoló fagyasztás. Minusz 180 fokon folyékony levegővel, oxigénnel vagy nitrogénnel végzik. Nem képződnek -e kristályok, hanem a szabad víz üvegszerű szerkezetűvé alakul. Ez a mód biztosítja leginkább a friss élelmiszer élvezeti értékének megőrzését. Tehát a pillanatfagyasztás az, ami a leghatékonyabb. Meg a gyors fagyasztás, a sima hűtés az annyira nem tehát a gyors fogyasztásnál is mínusz 25 és mínusz 40 fokra hűtik le az élelmiszert. Tehát gyorsan, így a tartsisított élelmiszereket ugye mínusz 18, minusz 20 fokon kell utána majd őrizni folyamatosan. És ugye ez megőrzi a, szöve, a teljes eszenciális anyagát is, illetve hosszabb ideig eltartható. A pillanatfogyasztás meg ugye mínusz 180 fokon történik, ez a legmagasabb. Akár nitrogénnal is végezhetik, és ugye nem képződnek kristályok, hanem a szabad víz üvegszerű szerkezetűvé válik. És ez a leghatékonyabb. És akkor itt jel, muszáj elmondani, hogy a hűtőkezeléssel tartósított élelmiszerek forgalmazásánál biztosítani kell a hűtőláncot. A hűtőlánc azt jelenti, hogy a termeléstől az elfogyasztásig, a szállítás és a tárolás alatt egyaránt az előírás szerinti hőfokon kell tartani a hőállvonalassal tartósított termékeket. Van még a víztartalom csökkentése. Így is tudunk tartósítani, tehát nem csak. Ugye a fizikain belül volt a hőkezelés, a hőelvonás, most meg ugye a víztartalom csökkentése van. Ugye azon belül is van a besűrítés, többnyire csak pasztörözéssel együtt biztosít megfelelő tartóságot. Tejgyümölcs és, és a zöldségleveseknél alkalmazzák. Tehát besűrítik. Van még a szárítás. Liofilizálás. Ugye, az azt jelenti, hogy a fagyasztva szárítás a legkorszerűbb tartósítási módszer. Tehát liofilizálás. Mindjárt leírom. liofilizálás, tehát fogyasztva szállítás a legkorszerűbb tartósítási módszer. Tartósítás ionizáló energiával. Az ionizáló energiával való tartósítás során röntgen gamma sugarakat használnak. A sugárzás nem csak a mikroorganizmusokat pusztítja el, hanem az élelmiszer enzimjét is kicsapja, így esetenként a kezelt anyagban kellemetlen íz, esetleg színelváltozás is tapasztalható. Az így kezelt tartósított élelmiszerek csomagolásán kötelező a megkülönböztető jelet feltüntetni. Például ionizáló eljárással csak száll szállítmányokat lehet ugye tartósítani, és akkor kiírják, hogy ionizáló energiával vagy eljárással lecsökkentve a víztartalom tartósítás fizikai, kémiai módszerei. Tehát van a sózás, meg a pácolás. Sózás a konyhasó egyrészt netvszívó tulajdonságok következtében csökkenti az élelmiszer víztartalmát, ezáltal rontja a mikroorganizmusok életfeltételeit. Van még a pácolás, ugye húskészítményeknél alkalmazzák, főleg a tartalmát csökkenti, a konyhasóhoz 1-2 mennyiségben kálium vagy nátriumnitridet adagolnak és fűszereket. A fűszerezett sókeverék, sókeverék sajátos, kellemes ízt és jellegzetes vöröses rózsaszín szint eredményez, amely a hőkezelés után is megmarad. A nitritek az emberi szervezetre káros hatásúak, roncsolják a vörösvérsejteket. Miután a húsok esetén jobb módszer jellek, nem ismert, így alkalmazzák. De a nitrit tartalmat ellenőrzik. Megengedett maximális értéke. 0,2%. A Nitrit tartalom. Van még ugye a füstölés. ugye húsoknál alkalmazzák, szárító hatású, kellemes íz és aroma alakítható ki. Baktericid hatású, az egész, az égés termékek jelentős tartósító hatást fejtenek ki, ugye. Van még a cukrozás. Itt láthatjuk persze itt a sózást. Cukrozás. Általában a hőkezeléssel együtt alkalmazzák. Hatása a só, sózáséhoz hasonló. A cukor meggátolja a rontó baktériumok szaporodását az élelmiszer felületén. És akkor ma még a tartósítás zsiradékkal. A zsírok és olajok eljár, elzárják az élelmiszer felületét a levegőtől. Megakadályozzák a mikrobák bejutását az élelmiszerbe, Zsírban tartósítják a liba májat, és egyes hús, hús készítményeket is. És akkor nézzük is meg a tartósítás kémiai módszereit. Az élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusok működését a tartósítandó élelmiszerhez adott vegyszerekkel gátolják vagy pusztítják el. Ilyen a kénsav, ecetsav, hangyasav, benzosav, szorbinsav, etilalkohol. Nézzük is meg a kénysavat, tehát redukáló, fertőtlenítő hatású, a rothadást okozó baktériumok tevékenységét gátolja meg. Félkész termékeknél és darabos gyümölcsök tartósításánál alkalmazzák a kénysavat. Ecetsav, zöldségféléket tartósítanak vele, hangyasav, az élesztő gombák és penészgombák szaporodását gátolja. Benzolsav, hal, húskészítmények tojás tartósítására alkalmazzák. Származéka a szalicírsav, amely egészségkárosító hatású, csak savanyúságokhoz használható. Szorbinsav, korszerű tartósítószer az élesztő és a penészgombák működését gátolja. Etilalkohol, gyenge csíraölő hatású, konyakos megy, ebben házik például. A tartósítás biológiai módszerei, ugye a mikroorganizmusok által termelt anyagok felhasználásával akadályozható meg az élelmiszerek romlása. Tejsavas erjedés például. Ugye itt is lehet olvasni. Tejsav, ecetsav. És ugye még van még az alkoholos erjedés, ide tartozik ez a biológiai vagy biokémiai módszer. Tehát a teljesavas erjedés a av a tartósító hatáson túl kellemes íz az élelmiszereknek, és megakadályozza a C-vitamin elbomlását is, például savanyú káposzta. Savanyú káposztát lehet teljesavas erjedéssel is tartósítani. Van még alkoholos, alkoholos erjedés. Elsősorban a szeszipar használja ezt a módszert bor és sörgyártási folyamatoknál. De Amint olvastuk, ugye van a teljesavas, ugye a savanyúságnál alkalmaznak a teljesavas erjedést. De egyébként mindegyik eljedési folyamat, de úgy itt is van a magyar kenyér, kenyér ö, teljesabb baktériumoknak, és élesztő gombáknak köszönheti ízét, ugye. És ott van, penész nélkül nem lenne tokai asszú. Tehát mindegyik elredéssel való tartósítás, si módszert alkalmaz, amit itt a képen láthatunk. Tehát ezek mind elredéssel, tehát biológiai módszerrel tartósítják. És nagyjából szerintem a tartósításról ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet és további jó tanulást kívánok.